Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, most is Isten igéje köré gyűltünk össze, várjuk, hogy milyen üzenetet, eligazítást kapunk az igéből. A Lukács evangéliumát keressük elő, és mindjárt itt az elején a második részt keressük ki, és a második rész 41. versétől olvassuk a következőket. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre, mivel azt hitték, hogy az útitársak körében van. Elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Ime apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban nekik adott választ nem értették. Izrael népe körében ez a gyakorlat alakult ki, és a Biblia szerint is elvárták azt, hogy a jeruzsálemi templomban az emberek, a hívők elmenjenek, és hát együtt ünnepeljenek a fontosabb, nagyobb ünnepeket. És tehát ez van, hogy évenként elmentek Jeruzsálembe húsvét napjára, ez, mint tudjátok is, hogy a Páska ünnepe volt. Húsvét, ami számításunk szerint ugye a Páskával egyező időben van, és ilyenkor az Egyiptomból való szabadulásról emlékeztek meg, a Páska bárányról, hogy hogyan készültek, hogyan jutottak át a Vörös-tengeren, hogyan indultak el a pusztába, a nagy ígéret földje felé. Tehát erre mindenki alaposan felkészült, amikor már Jeruzsálemhez közeledett a nép, az ünneplő sereg, akkor ott Bétfagé környékén levelték a ruhájukról a port, egyes ruhadarabjaikat kimosták, és addig nem mentek be a Szentvárosba, amíg ez az előkészület nem történt meg. És vitték magukkal Jézust is, aki ekkor már 12 éves volt, és ő is felment a szülőkkel. És milyen jó, hogyha a család együtt jár a templomba, a család együtt vesz részt a közösségek, közösségi alkalmakon, a gyülekezeti alkalmakon. Mert hogyha az apa vagy az anya úgy küldi a gyereket, hogy menjél, fiam, te tudod, én nem érek rá, nekem
sok fontos elfoglaltságom van, akkor kialakul a gyerekben is az, hogy hát, hogyha a szüleim nem mennek, akkor én sem megyek. Miért várják el, hogy én menjek? Azért, mert gyerek vagyok, vagy hasonló. És hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek is megismerjék az Urat, és szeressék az Úrházát, szeressék a közösséget, akkor gyerekkoruktól fogva vigyük magunkkal. Ez az igazi példa. Itt a 41. versben azt olvasjuk, hogy évenként jártak fel Jeruzsálembe az ünnepre. Nagy áldozat volt ez, egyszerű emberek messzi vidékekről, gyalog, éppen Szamárháton, vagy hogyan mentek, de el nem mulasztották volna, hiszen Mózes előírta, és nagyon fontos volt a közösség, a testvéri közösség, a testvéri együttlét gyakorlása, ugye nagyon sok rokon ismerős messze vidékre költözött tőlük, ilyenkor közösen imádkoztak, a szeretet különös módon kiáradt a családok között, és ez a testvéri együttlét megerősítette őket az örökké való Istenbe való hitben, és az egymás iránti szeretetbe. Izrael népét megerősítette, a testvériséget. És ez nagyon fontos, hogy mi mindnyájan eljárjunk az Isten házába, hogy a testvéreinkkel együtt lehessünk, hogy együtt gondolkodhassunk Isten igéjén, hogy a szívünket átjárhassa, betölthesse a szeretet, és megújíthassuk az egymás iránti szeretetet. Ha az emberek évtizedekig nem találkoznak, akkor nagyon elhal az egymáshoz tartozás, a szeretet. És Jézus azt mondta, hogy arról ismer meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A Krisztus igazi tanítványai, azok szeretik egymást és összetartoznak. És itt még van egy szó a 42. versben, amin elgondolkoztam, hogy tehát 12 esztendős volt Jézus, és az ünnep szokása szerint mentek fel Jeruzsálembe. Itt vallásos szokásokról volt szó, amit el nem mulasztottak volna, és ebbe az egész történetbe, amit majd itt megbeszélünk, és amit felolvastunk, nagyon látszik, hogy Jézus nem a szokásokat követte, hanem ő azt a belső közösséget a mennyei atyával, az Istenhez való tartozást, és mindenben az kapott elsőbséget, míg a szülei a szokások szerint jártak el, hiszen a 43. versben közvetlen azt olvassuk, hogy elteltek a napok, azok a napok, amik szokás szerint ugye az ünnepre voltak szánva, és ők visszatértek ugye Jeruzsálemből hazafelé. És nagyon sok ember csak az ünnepekre csendesedik el egy kicsit, vagy emlékezik meg arról, hogy miről is szól ez a vallásos ünnep. Mit jelent az, hogy csak évente volt ez a nagy imádkozás, ez a nagy ünneplés, és a hétköznapokon? A közösség gyakorlása, tehát a nagy gyülekezeti gyakorlás a jeruzsálemi templomban, ez évente egyszer volt. Ugye voltak a kisebb helységekben is azért zsinagógák, igen, ahol összejöttek és szombatonként imádkoztak, sőt, ugye felolvasás is volt a Tórából, ha nem volt rabbi, akkor vagy egy lévita, vagy pedig a férfiak olvasták a Tórát, mégpedig hangosan, és a gyerekek is mind ott ültek, mert a gyerekek kisgyerekkoruk óta hallották a prófétákat, Mózes törvényét, és kívülről tudták, mire ők 12-13 évesek lettek, ugye a bármicvó
ami egy ünnepélyes férfivá avatást jelent, hogy tagjai, önálló tagjai lehettek a hitközségnek, vagy a közösségnek, és felelősséggel tartoztak. Tehát addigra ők már ezt kívülről tudták, mert hogy minden szombaton hallották. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi ne csak szokásból, hanem hogy a családunkkal együtt a gyerekeink bele nőjenek az Isten igéjébe, hogy megtanulunk írni, olvasni, számolni, sőt, gyönyörű verseket is megtanulunk az anyanyelvünkön. Ugyanígy az Isten igéje is beleíródik a szívünkbe. Azt olvassuk, hogy a szívünk hústábláira írja fel Isten az ő igéjét. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy legyenek az életünkben ünnepnapok, amit Istennek szánunk és szentelünk, és a hétköznapokban is legyen ott az Úr. És még itt annyit jegyezzünk meg, hogy a gyermek Jézus végül is a názareti zsinagógában nőtt fel. Igen, igen. És ott mindenki ismerte őt a zsinagógában, ismerték egymást, és amikor Jézus később előállt, és felolvasták ott Ézsaiás könyvéből, hogy az Úr Isten lelke van én rajtam, és hogy a foglyok szabadulása, a bilincsek megoldása, és ma teljesedett be a hallásokra, akkor felháborodtak. Hát ez a gyerek, aki itt nőtt fel köztünk, a Mária fia. Hogy is? És akkor nagyon barátságtalanok voltak Jézus iránt, ugye, kiűzték őt a városon kívülre. De most még csend van a názáreti gyülekezetben, illetve zsinagógában. És akkor itt a 45. versben azt olvassuk, hogy nem találják őt, és ezért visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon komoly üzenet a számunkra, hogy Jézust ott lehet megtalálni, ahol elmaradtunk tőle, mert az Úr mindig ugyanott van, ahol elhagytuk és eltávolodtunk tőle. Isten nem távolodott el az embertől. Jézus szeretete ma is az Atya előtt ott van, mert könyörög értünk az embereké. De vissza kellett menni oda, arra a helyre, ahol elmaradtak Jézustól. És a harmadnapra találták meg őt a templomba, olvassuk a 46. versben, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. Vissza kellett térni Máriának és Józsefnek, és úgy gondolom nem véletlenül, és nekünk is, vissza kell térni az imádságházába és az igeházába, a gyülekezetbe, ahol elhívott bennünket az Úr. Jézus a teológiai doktorokat hallgatta, kérdezgette azokat, akik szívük szerint is keresték Isten országát, és ismerték Isten szavát, és Jézus nagyon-nagyon boldogan hallgatta őket, és minden kérdésére választ kapott. Nagyon sokszor elkerüljük ezeket a doktorokat, azokat az embereket, majd nevezzük így a lelkipásztorunkat, akivel meg kéne beszélni a kérdéseinket, a dolgainkat, hanem inkább a társaságba próbálunk választ keresni a kérdéseinkre, nem az Isten emberétől kérdezünk, pedig az Úr mindig ad mellénk olyan embereket, akikre rábízott, és akik tudnak válaszolni lélek szerint a kérdéseinkre. Az a társaság, akivel Mária és József haladt Názáret felé, nem tudott a Jézus lelki kérdéseire válaszolni. Sőt,
lehet, hogy ereknek tartanak sokan, de Mária és József sem tudott Jézusnak minden kérdésére választ adni. Hát nyilván, hogy nem. Egyszerű emberek voltak, nem voltak teológusok, de hát nyilván Isten szeretetébe és bölcsességébe nevelték, ennek az értékét nem akarom elhomályosítani, de azt igen, hogy az Úr ad olyan embereket, és azokhoz kell fordulni. Sokszor olyan szemérmesek vagyunk, nem akarjuk, hogy oda menjünk azokhoz a lelki vezetőkhöz, akiknél van az Isten szerinti felelet a kérdésünkre. És ugye itt látjuk, hogy nem csak egy ilyen helyzet van, hogy a kis tinédzser fiú kérdezgeti az öregebbeket, hanem az öregebbek is kérdezik. Igen, őt. Igen. És hogy mennyire fontos az, hogy a mai ifjúsággal is törődjünk, és hogy kérdezgessük őket, és hogy majd kapunk valami választ. Hát Jézus, aki hát az Isten fia, és aki egyenlő Istennel, hogy ő ebben az emberi testben, amelyben megszületett, hogy nagyon csodálatos válaszokat tudott adni. Tehát ez nem a Jézus emberi fizikai képességéből adódott, hogy ő így tudott válaszolni. Igen, és ugye Jézus itt már úgy beszél, mint aki felelősséggel önálló tagja a gyülekezetnek, a lelki dolgokhoz úgy áll hozzá, és úgy gondolom, hogy nekünk is így kell, bármilyen fiatal is a valaki, én is egész fiatalon adtam át az életem Jézusnak, és egész fiatal korom óta foglalkoztam Isten igéjével, és nagyon hálás vagyok, mert olyan hívő testvérek vettek körül, és olyan emberektől tanulhattam a Krisztus követésének az útját, akik egy életre szóló tanítást tudtak adni, amit ma is ott őrzök a lelkem mélyén. Aztán itt a 48. verset, ha olvassuk, ugye azt kérdezik a szülők, hogy miért cselekedted ezt velünk? Imé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. A szülői szemre hányás. A szülő nem azon gondolkozott, hogy ugyan bizony ennek a gyereknek miért volt ennyire fontos itt maradni, hiszen ő nem rossz dolgokkal foglalkozott, de szemrehányást tesznek, mert a szülő önmagát sajnálja, hogy neki mekkora bánata volt, hogy neki igen, újra meg kellett ezt az utat tenni. És ezt a kérdést valahogy másképp kellett volna kimondani, hogy gyermekem, hát mit tettünk veled, hogy nem figyeltünk oda rád? Igen, és nem ennek a kellett volna, ennek a gyereknek nem erre a közegre volt szüksége, amit ott az úti társaság volt, hanem arra a közegre, ami a templomban volt. Mária és József félreértették, nem ismerték a 12 éves gyermek Jézus érdeklődését. És nagyon sokat árthatunk, ha nem értjük, vagy nem úgy értjük, ami vele történik, mert az a fontos, ami velünk történik. Itt ez egy nagyon nagy hiba volt a szülők részéről, Mária és József részéről, hogy azért tesznek szemrehányást Jézusnak, hogy ő az Isten dolgaival foglalkozik, mert nekik más volt a menetrendjük. És meg kell értenünk azokat az embertársainkat, akár a gyermekeinket is, akiknek az érdeklődésük sokkal mélyebb és más, és nem kell, hogy mindenáron az legyen, ami a miénk, ahogyan Jézus egész élete másképpen zajlott, mint ahogy azt neki eltervezték a szerettei.
És akkor Jézus olyan világosan válaszol, nagyon bölcsen, hogy mi dolog, hogy engem kerestek, vagy nem tudjátok, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lenni, amelyek az én mennyei atyám dolgai? Hát nem tudjátok, hát az angyal kijelentette, hát már a születésemet megjelentette. Hát nem értitek? Lelkileg nem tartottak ott, hogy az Úr mindennél és mindenkinél fontosabb legyen. Jézusnak az atya volt mindennél fontosabb, és hogy betölthesse azt, amire elhívtak. Vajon mi hol tartunk lelkileg? Még mindig a hitélet gyerekcipőibe járunk, és az is szorítja a lábunkat? Vagy pedig engedjük, hogy a Szentlélek megragadjon, és vigyen bennünket, hogy kijelentse az ő igét? És itt van ez a mondat, hogy nem értették Jézus válaszát. Igen. Nem azért, mert egyszerű emberek voltak, nem. Hanem lelkileg... Nem tartottak ott. Lelkileg nem tudták megérteni, hogy mit jelent ez. És hogy vagyunk mi is úgy, ugye, hogy nem értjük az Isten válaszát. Nem értjük az Úr válaszát, hogy miért tette ezt, vagy miért vannak ezek a dolgok így. És hogy majd később meg fogják érteni. És még az 51. vers is nagyon komoly választ ad nekünk, hogy Jézus azért velük ment Názáretbe, és engedelmes volt nekik, és hogy itt tulajdonképpen Jézus velük ment, hogyha megkeressük az Urat, akkor megtaláljuk. Akkor is, ha nem értjük, hogy mi is történt, miért is kerültünk olyan távol. De ha keressük őt, akkor ő velünk fog jönni, és kijelenti magát nekünk. Ahogy aztán később Mária is ugye sok mindent megértett, és ahogyan aztán Krisztus élete nyilvánvalóvá lett, hogy ő a Mesiás, és hogy ő nem ember, hanem az Isten fia. Jézus gyarapodott bölcsességbe, testének állapotába, és az Isten is emberek való előtt való kedvességbe.